Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes témát fogok feldolgozni. Miért tetszik nekem a cinnamon felület? Azaz egy-két apró trükköt, tippet, illetve érdekes dolgot szeretnék megosztani. Nézzük is meg, miért tetszett meg a cinnamon asztal, illetve monitor kezelése idáig. Nem így működött sok rendszerbe, szerintem nekem ez nagyon megfelel, és hogyha esetleg valaki cinnamonra szeretne váltani, őnek is nagyon kényelmes lesz több monitoros rendszerben az a megoldás, amit a cinnamon csinál. Beállítottam ehhez a sarokhoz azt, hogy akkor jelenjen meg az összes munkaterület. Ez számomra fontos, hogy az összes munkaterületet egyben lássam, illetve az összes monitort. Ide tolom. Ide toltam, lehet a forró sarkot, illetve érzékeny sarkot, aktív sarkot látni, hogyan működik, odatolja az ember és csinál valamit. Megjelenik egy, kettő, illetve három darab monitor, amit én használok, illetve megjelenik egy, kettő, három és négy darab asztal, munkaterület, ahogy sokan hívják. Én ezek között kényelmesen tudom mozgatni a programokat, látjuk, a programok odébb mozdítása egyik monitorra a másikra, ennyi történt. Ha én éppen az aktív asztalra szeretném hozni, amit éppen láttatok, akkor csak idehozom, ennyi, és utána rákattintok, jön elő a program, hogyha szeretnék váltani, erre kattintok, azaz az összes monitort, összes asztalt, összes programot egyszerre vizuálisan látom, és nagyon-nagyon kényelmesen tudok köztük váltani, ez számomra nagyon fontos. A másik dolog, amit én szerettem volna bemutatni, az se egy nagy csoda, tehát gyakorlatilag a legtöbb asztali környezetben előfordul, illetve szerintem a legtöbb asztali környezet tudja is ezt a kényelmi dolgot, azt, hogyha én ide feltolom, vagy valamelyik oldalhoz odatolom az ablakot, akkor valamit csináljon. Két lehetőség van a cinnamonnál, nagyon ügyes a cinnamon, nem viszi túlzásba a beállításokat, csak azok vannak, azok a lehetőségek vannak meg, amit szerintem sok ember használ. Annak nincs nagy értelme, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon összetett felületet kapjon az ember, és utána eltévedjen a lehetőségek között, vagy egyáltalán ne használja ki a lehetőségeket. Azaz, nézzük is meg, hogy mit csinál. Hát ide tolom, oda rakja. Nagyon izgalmatos, szerintem kényelmes. A másik gondolat, hogy ne csak az élhez, tetőhöz való feltolás adja azt, hogy oda berakosgassa így fél monitorba az ablakot, hanem az egész, tehát teljes méretre kinagyított ablak legyen. Itt megoldható ez is, ablak mozaikra kattintunk, és a beállításnál átkapcsoljuk a lehetőséget, és utána már, ha feltoljuk, akkor az egész monitoron, az egész asztalon meg fog jelenni programocska, és utána kényelmesen használjuk. Ami neked jó, azt kell beállítani, logikus. A következő megoldás nagyon kényelmes, legalábbis megint azt mondom, hogy számomra, hiszen mindenki tudja, hogy a kedvenceim, például az E3 VM és egyéb csempézős ablakkezelők, amikkel ilyen rácsba össze lehet rakosgatni az ablakokat, kényelmes. Sokan azt mondják, és ez nem csak a cinnamonra igaz, sokan azt mondják, hogy bizony itt ilyesmit nem lehet megcsinálni, dehogy nem lehet megcsinálni. Gyakorlatilag a legtöbb ablakkezelő, mert hát természetesen a cinnamon mögött is egy ablakkezelő van, tud valamilyen csempézéses megoldást csinálni. Oké, tudom, hogy nem olyan, mint az X-Monad, vagy esetleg az E3 VM, de alapesetben kielégítő a dolog. Nézzük is meg, hogyan mozgatunk ilyen csempézős ablakkezelő szerűen egy-egy ablakot. Lenyomjuk a Windows gombot, ezt szupergomb néven is ismeritek, lenyomjuk, és a nyíl billentyűkkel elkezdjük rakosgatni az asztalt. Lehet látni, hogy elég sok megfelelő mennyiségű elhelyezés van, van oszlop, van olyan, amelyik éppen vízszintesen felezi, és van, ami negyedeli, illetve középre, illetve inkább azt mondom a régebbi helyre, berakosgatja az ablakot. Nagyon-nagyon kényelmes. Megnyitottam hozzá egy terminált, és nézzük meg. Ezt az ablakot kétfele fogjuk osztani, az egyik legyen a rendszer beállítások. Itt oldalt átmegyünk alt-tabbal a megfelelő programra, majd megint megnyomom a Windows gombot, aztán megnyomom a megfelelő nyíl billentyűt, nyilvánvalóan a felfele akarod rakosgatni, akkor logikusan a felfele gombot nyomogatod, tehát fele nyomogathatod így is,
oldalra megyünk, középre ez a lefele gomb volt, megint oldalra megyünk, és akkor szépen berakosgatja, illetve visszajövök ide, láthatóan szépen berakosgatja oda, ahova kell. A másik, amit ezzel kapcsolatban szeretnék mondani, hogy ez gyors billentyű. A gyors billentyű beállításokra egy pillanat múlva ki fogok térni, de be van úgy állítva, véleményem szerint alapbeállításba, bár lehet, hogy én állítottam át, erre biztos, hogy nem emlékszek, hogyha lenyomjuk azt a gombot, amit az előbb emlegettem, a Windows gombot, és utána lenyomjuk a Shift gombot, Windows és Shift használatával, és oldalra irányítjuk a monitoron lévő programot, akkor átteszi arra az oldalon lévő monitorra, ha pedig, ahogy az előbb láttátok, felfele irányítom, akkor felfele teszi el a monitoron, a felette lévő monitorra az adott programot, ami ki van jelölve, hogy ne csak azt mondjuk, hogy én össze-vissza beszéltem, gyakorlatilag itt volt. Itt volt természetesen a terminál, először ide tettem, aztán fölfele tettem, nyilvánvalóan visszafele is, másik irányba, le és vissza irányba, vissza tudom rakosgatni, villámgyorsan el tudok monitorok között, illetve természetesen megfelelő billentyű kombinációval, azt hiszem az is alapból be van állítva, az asztalok között, asztali felületek között váltani, azaz, hogyha van neki 4 darab nyitott asztalom, akkor természetesen azok között is tudok mozogni. Aki esetleg ablakkezelőről jött át, ő neki ez biztosan olyan lesz, amit igazából elvárunk. És szerintem a legtöbb asztali környezet, a KDE, illetve a GNOME is ezt tudja, azaz kényelmesen tudjuk használni az ide-oda való mozgatást. Az előbb megmutattam az asztalok és monitorok között megfelelő beállításon milyen gyorsan tudom egérrel tilitolézni az ablakjaimat, illetve most megmutattam azt, hogy igen, itt lehet rácsokba rakosgatni, és igen, itt természetesen lehet akár monitorok, akár asztalok között is, munkafelületek között is mocorogtatni a programot. Kényelmes, villámgyors, mert hogyha én egért fogok, mondjuk videóvágásnál, akkor itt a megfelelő aktív sarok, illetve a megjelenített kép segítségével a monitorok között mozgathatom a programokat, az ablakokat, illetve hogyha éppen a billentyű fölött van a kezem, akkor gyors billentyűvel is tudom mozgatni. Szuper! Ha már itt a csempézésről beszéltünk, szeretnék egy kiterjesztést bemutatni. Ez a kiterjesztés bővítmények néven fut. A bővítmények elvárt dolgok, legalábbis a legtöbb asztali környezetben elvárt dolog, hogy valamilyen szinten tudjuk bővíteni. Nyilvánvalóan a bővítményeket a bővítmények között fogjuk megtalálni. Rákattintunk, hogyan telepítünk egy bővít, rákattintunk a letöltésre, kiválasztjuk az adott bővítményt, letöltjük és utána használatba vesszük. Azaz rákattintunk és egy plusz jelre rányomunk. Én egyetlen egy kiterjesztés bővítményt szeretnék bemutatni, a G-Tille. G-Tille. Így fogjátok megtalálni, letöltitek, installáljátok. Mit csinál a G-Tille? Első körben nézzük meg a beállításokat. A beállítások nagyon egyszerűek, mindegyiknél más-más, de a felépítése hasonló. Gyors billentyű, viselkedés, elrendezés, ezeket át kell nézni, és át kell gondolni, hogyan szeretnénk használni. Elég sok beállítási lehetőség van, én úgy gondolom, hogy alapbeállításokat meg fogjuk nézni, hogyan működik. Első, hogy Super G, tehát a Windows és a G billentyűvel tudjuk előhozni, illetve a Super A-val kettőt be lehet állítani. Ez nagyon kényelmes a Cinnamon alatt, bár több egyéb asztali környezetben ilyet lehet látni, de én úgy gondolom, hogy itt azért kényelmes az, hogy kettő, illetve több gyors billentyűt ugyanahhoz a funkcióhoz minden további nélkül hozzárendelhetünk. A kiterjesztésnek, illetve ahogy itt hívják, bővítménynek vannak saját gyors billentyűi, ezeket nem tudod megváltoztatni. Ezt azért mondom, hogy a program előhívása, eltüntetése az gyakorlatilag akármilyen gyors billentyűhöz hozzárendelhető, de a többi, ami akkor aktív, amikor a programocska aktív, azt nem tudod megváltoztatni. Hát ennyi beszéd után nézzük is meg, mi ez, amiről ennyit beszéltem. Megnyomjuk a gyors billentyűt, és előkerül az aktív ablakot, ami ki van jelölve, azt megfelelő sarokba be tudjuk rakni. 2x2-es, 3x2-es, 4x4-es és 6x6-os rácsot tudsz előhívni. Logikusan a 6x6-os 6x6 darab rácsot ad.
Nyilvánvalóan a kétszer kettes az kényelmes, háromszor kettes ilyen beosztású, és akkor az aktív ablakot oda tudod elhelyezni. Megint előhívom a programot, kijelölök egy másik ablakot, oda berakosgatom, berakta, kényelmes. A következő megoldás, amit érdemes tudni, illetve ismerni, használni, itt alul van kettő darab lehetőség, automatikus főcsempe és lista, illetve van egy automatikus csempe két listába. Ilyen automata megoldások vannak, mit lehet ezzel csinálni, rákattintunk, és szétszórja úgy a beállítás szerint két oszlop, akárhány sor, itt négy program volt nyitva, akkor kétszer kettes rásba szétszórja, illetve ha szeretnénk másfajta megoldást, ide rákattintunk, és akkor egy darab főablak, meg mellé odarakosgatott kis mellékablakokat fogunk kapni. Nagyon kényelmes. Azt hiszem mindenki, aki csempézős ablakkezelőről jött, átlátja, ennél kényelmesebb, gyorsabb és jól használható megoldás. Lehetséges, hogy csempézős ablakkezelésnél van, ahol gyors billentyűvel az egészet össze tudod rakni, mint a villám, de én úgy gondolom, hogy a Cinemonnak egy kellemes kiegészítője, és érdemes mindenképp tudni egyrészt arról, hogy vannak bővítmények, nyilván letöltünk azt, amit szeretnénk, beállítjuk úgy, ahogy szeretnénk, és használjuk, logikus feltételezés, a mínuszra kapcsolunk, akkor természetesen letiltjuk a kijelölt bővítményt, illetve van olyan lehetőség, hogy az összes együttes letiltása, hogyha valami nem működik rendesen, és ütközik valami valamivel, mert felraktad az összes létező bővítményt, ezzel le tudod az összeset tiltani, és akkor elkezded keresni, hogy mi ütközik mivel. Nagyon-nagyon kényelmes. A következő lehetőségek a gyors billentyűk, illetve a billentyű beállítások, ami mindenhol megtalálhatóak, de különböző kényelmi fokozattal, de nem ilyen szépen és nem ennyire összerendezetten, legalábbis véleményem szerint. Nagyon kényelmes a Cinemonnak a gyors billentyű kezelése, billentyűzet, és kiválasztjuk a gyors billentyűt. A kiosztások, illetve a gépeléssel kapcsolatos dolgokat úgy állítod be, hogy akarod, nem egy újdonság. Lehet látni, hogy különböző kategóriák vannak, a kategóriák között válogatni kell. Én úgy gondolom, kettő dolgot mindenképp érdemes megtenni. Első, végignézed az összes beállítást. Miért? Mert rengeteg olyan lehetősége van a Cinemonnak, ami igazából bent van, de nem tudsz róla. Azaz, lehet, hogy te valamit valahogy és egyéb előkerítesz, és úgy dolgozol vele, de a gyors billentyűkkel esetleg gyorsabban megoldható. A másik dolog, amit érdemes megtenni, hogy a gyors billentyűket testre szabod. Nyilván mindenkinek megvan egy megszokott metódusa, mely gyors billentyűhöz, billentyű kombinációhoz mit szokott hozzárendelni, és természetes, valószínű, inkább így mondom, hogy a Cinemon készítői nem pontosan ugyanúgy fognak gondolkodni, ahogy te, azaz be kell állítani, egyszer érdemes igencsak jól beállítani, és utána, amíg le nem törlöd ezt a rendszert, ezeket tudod használni. Nézzünk is meg egy lehetőséget, legyen a munkaterületek téma, munkaterületek navigáció, rákattintasz, átváltás az egyes munkaterületre, azaz ezt be tudod állítani, mert nincs beállítva, rákattintasz, majd megadod azt a billentyű kombinációt, amit te szoktál használni nálam, a Windows és Control és az egyes lenyomásával, és el is fogadta, lehet látni természetesen az, hogy többet hozzá tudsz adni, tudod változtatni a dolgokat, gondolom logikus feltételezés, ha négy asztalt használsz, mindegyikre megadod, kényelmes dolog, mert vizuálisan, grafikusan lehet megadni, ketteshez Control, Windows, kettes beállítás, és hogyha valamit másikhoz társítottál, akkor megkérdezi, hogy kívánja folytatni ezt a műveletet, igen vagy nem, azaz az aktív billentyű kombinációkat összámon tartja a saját rendszerén belül természetesen, és hogyha valami probléma van, akkor nyilván szólni fog. A rendszerbe találsz egy-két alap gyorsindító billentyűt, gyorsindító billentyű az én szóhasználatomban, az, ami programot indít, tehát a terminált, a sugot, a számológépet, egyebet el tudod indítani, ez hozzá tudsz adni egyéni gyors billentyűket, de én azt gondolom, hogy ne az indítók közé rakosgast, vagy esetleg az általános közé rakosgast be olyasmit, ami a sajátod, ha nem van ilyen, hogy egyéni gyors billentyűk,
erre te rákattintasz, és ráböksz a gyors billentyű hozzáadására, SSR legyen a neve, ez a Screen Recorder, tehát a képernyő felvevő programnak a rövidítése, valami nevet szoktak adni hozzá. Itt is működik az a gondolat, hogy terminálba érdemes előtte elindítani az adott parancsot, parancsort, vagy éppen felparaméterezett parancsot, hogy biztosan úgy működjön, és biztosan jól legyen beírva, és utána bemásoljuk ide. Ez nagyon egyszerű dolog. Ha pedig mondjuk egy scriptet szeretnél megtalálni, vagy akármi egyéb mást indító parancsot, indító scriptet, egyebet, akkor ide rákattintasz, és be tudod tallozni a dolgokat. Kényelmes? Igen, hozzáadjuk, és amikor hozzáadtad, ahogy beírtad a nevet, illetve becsuktad az ablakocskát, rögtön megjelenik, hogy billentyű összerendelések, van három lehetőséget, három társítás. Nyilván, mivel gyors billentyűt állítunk be, akkor beállítjuk ezt a Screen Recordert, és beállítom a megfelelő gyors billentyűt, rögtön észrevesz, hogy Alt Super S gyors billentyűt már használatba, a képernyő olvasó be- és kikapcsolására, én ezt nem használom, és leigenezem, és utána így fog működni. Ha valamit el szeretnél távolítani, egyedi gyors billentyű eltávolítása parancsal meg tudod tenni, azaz gyakorlatilag így lehet beállítani a rendszeredet, majdnem. Én azt mondom, hogy villámgyorsan össze lehet hozni egy olyan rendszert, gyors billentyű rendszert, ami számunkra fontos és nagyon kényelmes, amit te láttál, hogyha olyan gyors billentyűt szeretnél használni, amit a rendszer már valamihez hozzátársított, akkor azonnal szól, és el tudod dönteni, hogy most te akarod beállítani arra, amire te akarod, vagy meghagyod az adott rendszer alapbeállítást. Ez azért kényelmes, nem esel abba a hibába, hogy több programnak ugyanaz a gyors billentyűje, és össze-vissza működik a rendszered, hanem a Cinnamon figyel arra, hogy neked kényelmes legyen. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Én úgy gondolom, hogy pár érdekességet, nem is olyan nagy újdonságot, nem is olyan extrém dolgot, de érdekességet megtudtunk a Cinnamonról, amit esetlegesen későbbiek folyamán hasznosítani tudsz. Köszi szépen, sziasztok!